Medgyessy Péter, 78 éves, közgazdász, politikus, miniszter, üzletember, 2002 és 2004 között Magyarország miniszterelnöke. Ma is aktív, előadásokat tart és tanácsadó cégét vezeti. Köszöntöm a nézőket, Szirmai Dávid vagyok, a Blik főszerkesztő helyettese. Ez itt a Volt egyszer egy politikus újabb adása. Mai vendégünk Medgyessy Péter volt miniszterelnök. Tiszteletem, köszönöm szépen, hogy fogadott itt az irodájában. Azt hiszem nem titok, 78 esztendős, de még mindig dolgozik. Mit dolgozik még mindig? Hát van, amiből nem lehet leállni. Tehát az ember érdeklődik a világ iránt, és kap meghívásokat külföldre, akkor elmegy, előadást tart, vagy megkérdezik a véleménye dolgokról, és akkor azt elmondja. Ez mind működött, és nagyon jól működött a pandémia idejéig, mert rengeteg meghívásom van, és volt, és nagyon szerettem, és élveztem, és finom, ahogy mondani szokás, finom emberekkel találkoztam, tehát művelt, okos, elkötelezett emberekkel. Milyen jellegű előadások ezek? Hát ebben volt világpolitikai helyzetértékelés, amerikai-kínai viszonytól kezdve egészen a gazdaság, világgazdaság értékelésén keresztül, mondjuk a magyar térség, vagy a Magyarországot érintő térség fejlődésének a perspektívái. Akkor tulajdonképpen ön ugyanazt csinálja, mint Tony Blair, csak kicsiben. Mert ő is valami ilyen feladatot lát el, hogy előadásokra jár, és beszél a világról. Hát egy kicsit többet kap az előadásaiért, mint én, de igen, szoktunk is néha találkozni egy-két helyen. Tényleg? Igen, Dubajban találkoztunk a legutóbb egy ilyen konferencián, 16-ban vagy 17-ben. Ha jól tudom, az ön édesapja templomba járó ember volt. Abszolút így van. Igen. És bennem az motoszkált mindig kérdésként, hogy egy ilyen helyzetben egy hívő, vallásos templomba járó ember mit mond a fiának akkor, amikor a fia történetesen mondjuk a Lázár vagy a Grósz kormány tagja? Uh-huh. Jó kérdés. És ennek még előjött története is volt a Lázár és a Grósz kormánynak. Tudnék annyiban, hogy természetesen, hát ahhoz, hogy én eljutottam ide, annak idején mondjuk ezekbe a kormányokba, azért nekem valamit szakmai produktummal is elő kellett állnom. És már akkor fölvetődtek ilyen kérdések. Természetesen. Hát én szüleim azok van fantasztikus emberek voltak, és ezt nem csak most mondom, hanem de már nagyon régen. Mert ők mindig azt mondták, hogy fia, neked egyet kell tudni, megszerezni a saját ítélőképességedet és az ahhoz szükséges műveltséget. És ha az a kettő együtt megvan, akkor te döntöd el azt, hogy te merre akarsz menni, és mit akarsz. Nem volt abból konfliktusa az édesapjával, aki ugye templomba járó ember volt, hogy ön közben a diktatúra kormányainak pénzügyminisztere volt közben? Nem volt, mert őnáluk egy követelmény volt, hogy az, ami az én véleményem, az megalapozott legyen az ismeretek, a tudás által, és a meggyőződésem által. És ennyi. Ők, tehát egy ilyen klasszikus, liberális gondolkodás volt a jellemző a szüleimre. Azt mondták, hogy neked kötelező ismerni a Bibliát, de nem kötelező istenhívő katolikusnak lenni. Egyszer azt mondta, hogy sokkal jobban szeretett pénzügyminiszter lenni, mint miniszterelnök. Uh-huh. Ez igaz is. A kérdésem azt úgy teszem föl, hogy miért nem szeretett annyira miniszterelnök lenni? A kérdésfeltevés, bocsánat, hogy ezt merem mondani, de akkor nem jó a kérdésfeltevés. Mert nem az volt a dolog lényege, hogy én nem szerettem miniszterelnök lenni, hanem hogy nagyon otthon éreztem magamat. Tudja, az ember elmegy egy szállodába, ott is jól érzi magát, de otthon a saját lakásában jobban. A szállodába elmegy, ez olyan, mint amikor egy miniszterelnök vagy. Amikor otthon vagy a saját lakásodban, az olyan, mint amikor pénzügyminiszter vagy. Én ezt a pénzügyminiszterséget nem ajándékba kaptam, nem dobták utána. Tehát akkor szeretett miniszterelnök lenni? Én szerettem miniszterelnök lenni, és nagyon örülök annak, hogy kiszálltam a történetből. Ami egy ellentmondásosnak látszott. Abszolút. Ha valaki valamit szeret, akkor miért örül, hogy kiszáll? Igen, azért, mert vannak dolgok, amelyek az én normáimat valamilyen módon sértik.
És akkor azt gondolom, hogy akkor jobb azt abba hagyni, és nem folytatni tovább. Önt megpucsolták? De olyan értem megpucsoltak, hogy olyan helyzetet teremtettek, amiben én jobbnak láttam, ha lemondok. Nekem nagyon, nagyon sok barátom, nagyon befolyásos barátok a magyar gazdasági és életben és a magyar kulturális életben. Próbáltak rá beszélni arra, hogy vegyem fel a kesztyűt, és ne hagyjam. És azt mondtam, hogy van egy pont, ahol... Ez 2004 nyarán volt? Ez 2004 nyarán, igen, 2004 nyarán. Uh-huh. Igen, hát a nyár elejétől kezdve, igen. Uh-huh. És akkor én azt mondtam, hogy van egy pont, amin túl nem éri meg. Tehát annyi kompromisszumot kéne kössek azért, hogy én ott talpon maradjak. De nem nincs meg. Ugye volt Magyarországnak olyan miniszterelnöke, Ale Achtung, én nagyon tiszteltem, az Antal József. Aki azt mondta, hogy a gyerekkorában úgy ébredt fel, hogy ő miniszterelnök akar lenni. Én soha nem ébredtem így föl. Én aludtam. És amikor felébredtem, akkor csináltam a dolgomat. Tehát ez egy más világ. Valószínűleg az Orbán Viktor is valahogy így gondolkodik a miniszterelnökségről. És ezek az igazi politikusok. És ez a többi az meg ilyen bot csináltam, mint amilyen én is voltam, hogy én megcsináltam, amit lehetett és amik hagytak, ahogy ezt említettem, és aztán úgy gondoltam, hogy nem, de hát nem, tehát nem volt egy ilyen, azt mondják, hogy a hatalom az egy drog, amiről nagyon nehéz leszokni. Nekem ez nem volt egy nagyon nagy nehézség. Nem azt mondom, az első egy pár hónap az nagyon kellemes volt, ezt hazudnék, ha ezt mondanám. Már miniszterelnökként? Nem, hanem amikor lemondtam a miniszterelnökségről. Tehát az nem volt egy olyan borzasztó kellemes időszak nekem, de aztán nagyon könnyen tudomásul vettem, és azt mondtam, hogy persze, hát van élet a miniszterelnökségen túl is. Amikor ön miniszterelnök volt, akkor ön beteg lett. És... ezt a dolgot is úgy kezelte, hogy bizony elgondolkozott azon, hogy érdemes-e folytatni. Lehetséges, hogy a miniszterelnökség okozta stressz és a betegség között összefüggés volt? Hát, ezt nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést. Az orvostudomány azt mondja, hogy a stressz az sok mindent előhozhat az ember szervezetéből, mert hogy hát a stressz az van jó stressz, meg rossz stressz, a rossz stressz az előhozhat ilyeneket. Tehát nem lehet ezt kizárni. Ugye azért kérdezem, mert ön használta azt a szót, hogy bot csinált a politikus, mint én. Ön ezt már többször korábban is mondta, hogy nem volt igazán jó politikus. Igen. Az ilyen típusú embereknél viszont a politikai mocskos játékok bizony... sokkal nagyobb stresszfaktort abszolút eredményeznek, abszolút, mint mondjuk egy dörzsölt ebben élő politikusnál. Ezért így kérdeztem. Van, így van, ez teljesen így van. De az biztos, hogy az ember állapota és a környezeti hatások, azok nagyon erősen összefüggnek egymással. Uh-huh. Ha már lemondást említett, igaz az, hogy a D209-es botrány kirobbanása után ön le akart mondani, és a felesége beszélte le a lemondásról? Igaz, és ez is azt igazolja, hogy jól választottam, amikor elvettem a feleségemet. Feleségül vettem őt. Mert hogy ő azt mondta, hogy te figyelj, de annyit kínlódtál ezért, hogy te miniszterelnök legyél. Jártad az országot. Rengeteg helyen találkoztál emberekkel. Sok minden olyat kellett mondjál, csináljál, ami neked újdonság volt, azokat meg kellett tanulni. Ne add föl ilyen könnyen. És akkor én azt mondtam, tényleg, hát végül is valahogy igazad van, mert hogy miért kéne nekem ezt ilyen könnyedén feladnom. Tehát igaz, tényleg, gondolkodtam rajta, azt úgy véltem, hogy talán ez segít, hogy az ország ezt az egész sokkot, ami tulajdonképpen ez a bizonyos múlt feldolgozása, értékelése, átrágása, hogy ezt valahogy jobban föl tudja dolgozni, és aztán azt mondtam, hogy jó, hát én elmondtam, ami igaz, elmondtam a saját véleményemet erről az egész ügyről, és innentől kezdve csinálom tovább a dolgomat, és a feleségemnek volt igaza.
Igen, amit csak hogy nagyon röviden, ugye ez egy ilyen kémelhárítói múlttal kapcsolatos történet volt, akik még mondjuk fiatalok és nem annyira emlékeznek erre a történetre, amivel kapcsolatban ön elmondta mindig is konzekvensen a saját álláspontját, nevezetesen, hogy ön nem az országa ellentett, hanem ez a teljesen normális dolog, hogy az ország védelme gazdasági értelemben mennyire fontos, és ennek volt az egyik tevékenység az ön részéről, hogy ezt a tisztséget vagy feladatot ellátta. Viszont morális és etikai szempontból változott-e a megítélése az ügy kezelését tekintve? Tehát amikor kiderült ez a dolog, és utána ahogy ön ezt kezelte. Abban változott-e a 2002-es-3-as időszakhoz képest a véleménye? Nem változott. Biztos, hogy ha felkészültebb vagyok, és nem ilyen hirtelen érint a dolog, akkor talán slágfertigebb választ lehetett volna az első órákban adni, ez teljesen igaz. De valójában ugye ez egy olyan dolog, hogy amit ez a fajta tevékenység, tehát a hírszerzés és a kémelhárítás. Nem beszélek a belső elhárításról, mert az egy politikai ügy. De a hírszerzés és a kémelhárítás az a világban mindig és minden kultúrában és civilizációban létező tevékenység volt. Ami arról szólt, hogy egy társadalmat valamilyen módon meg kell védeni. Meg kell védeni attól, hogy a belső ismereteket túlságosan sokan szerezzék meg. Meg kell védeni attól, hogy ő maga, a hatalom, szerezzen olyan információkat, ami ahhoz szükséges, hogy az ország érdekét jól lehessen szolgálni. Ma is van. Hát ma is van hírszerzés, ma is van kémelhárítás. Senkinek eszébe nem jut, hogy azért, mert mondjuk az Orbán időszakban valaki hírszerző volt, azért ez egy gonosz ember. Mondjuk egy új kormányzat idején, amire most ugye azt mesélik, hogy ez egy új rendszerváltás lesz, hogy ebben az új rendszerváltásban akkor el kell ítélni azokat, akik Magyarországon. Milyen tényként beszél? Milyen tényként beszél arról, hogy a új rendszerváltás lesz? Ön tud valamit a 2022-es választás eredményéről? Nem, sőt, egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy lesz. Csak mondom, hogy ha lesz, vagy lesz, akkor ettől még az, aki ma Magyarországon hírszerzéssel foglalkozik, vagy kémelhárítással foglalkozik, de egy tisztességes munkát végzett, és elvégezte a tevékenységet. Ez nem társadalomellenes. Van, ami társadalomellenes. A belső elhárítás, azt én is úgy ítélem meg, hogy ez egy teljesen más kategória. De az, hogy valaki a külső hírszerzést le akarja blokkolni, vagy pedig ő maga akar információkat szerezni, ez természetes dolog. Ön sejti azt, hogy ki buktatta le önt a magyar nemzet felé? Tulajdonképpen a marhaság ott volt, hogy ugye ma erről úgy lehet beszélni, hogy lebuktattak. Ki adta át a papírokat a magyar nemzetnek? Nem, most nem a kifejezésen lovagolok, hanem azon, hogy ezt valószínűleg nekem hamarabb meg kellett volna tennem. Semmi nem történt volna, ha én akkor kiállok a választásokra, és azt mondom, ide hallgassatok, magyarok. Én ezt csináltam. Ma is úgy érzem, hogy amit csináltam, az nem volt káros senki számára. Igyekeztem védeni az országot, igyekeztem elvégezni a dolgomat. Ha akartok, megvehettek így, ha nem akartok, ne vegyetek meg. Ezt a hibát elkövettem. Ennyi hibát követtem összesen. Se előtte, se utána nem csináltam semmilyen más hibát. Na most ebből következően ugye ma lehet erről a dologról úgy beszélni, hogy lebukott a Megyesi. A franc bukott le, hát nem beszéltem róla. Kellett volna talán beszélni. Igen. Ezeket a papírokat viszont valaki Értem az újságírói kíváncsiságot. Értem az újságírói kíváncsiságot. Nem, igazán nem tudom, hogy ezt ki, mikor, kinek adta át. Hát ez nagyon sok ember kezén forgott meg. Hát a rendszerváltozás azért ugye volt 89-90-ben, és utána eltelt 12 év. Ez alatt a 12 év alatt elég sok ember lehetett birtokosa ezeknek az információknak. Csak azért kérdeztem. Hogy kinek volt érdeke, ezt ugye a rómaiak szokták felkérdezni, hogy cui prodest, kinek állt az érdekében. Hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy mindenkinek az érdekében állt. A
A Fidesznek az érdekében állt adott esetben, mert ugye az ellenfél gyengébb lehet ezáltal, és a úgynevezett barátaim körében is volt, akiknek az érdekében állt, mert hát pályáztak volna ők a miniszterelnökségre, csak nem akartak megküzdeni azért, hogy ők miniszterelnökök legyenek, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz út, hanem úgy gondolták, hogy most készen kaptak egy lehetőséget. 2020 márciusában adott ön egy interjút Kadarkai Endrének, ahol azt mondta, és ezért kérdeztem, hogy bizony van sejtése a kiszivárogtatók személyéről, aki, uram, bocsán, még lehet, hogy átfedés is található a személyek között az Összödi beszéd kiszivárogtatói között. Igen, lehet ilyen is. Lehet ilyen. Akkor így azért szűkül a kör. És nem fogunk senkit keresztre feszíteni személyesen, mert nyilván ártana. Nem fogja elmondani. Néha nem ártana, de nem. Igen, lehet, hogy van átfedés. Az ön kampányfőnöke a mostani miniszterelnök jelölt, Dobrev Klára. Tartja vele a kapcsolatot? Nem. Hát ő ugye egy nagyon rövid ideig volt kampányfőnök, mert hát igazán nem volt igazán szükségem arra, hogy egy kampányfőnök ott legyen mögöttem. A kampányomban voltak tanácsadók, külföldi tanácsadó is volt közöttük, és az nagyon sokat segített nekem, és nagyon jó szakember. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye... De én a Klárival nem tartottam kapcsolatot. Rossz viszonyom sincs, tehát a múltkor véletlenül repülőn összejöttünk, és akkor két szót váltottunk egymással. Nincs viszonyom. Nem azonosítom őt teljesen a Gyurcsánnyal, de hát azért nem lehet elvonatkoztatni sem. Akkor ezek szerint Gyurcsány Ferenccel nem túl jó a viszonya? Hát nem. Hát nincs viszonyunk egymással. Hát, haragszik rá? Köszönünk egymással. Haragszik rá? Hát én hálás vagyok inkább neki. Egy normális élettől is lehet, hogy néhány betegségtől megmentett. Úgyhogy, de most nem akarok viccelődni. És csalódott lesz, benne? Igen, én jobb embernek hittem. Volt az a törés, ami miatt ez megváltozott? Hát mindazok az események, amik ugye 2003 végétől 2004 elején végbe mentek, amiben azért a Ferinek volt sok szerepe. De én most nem nagyon akarok ebbe belemenni. Ha majd eldől a következő hónapokban a választás, akkor utána szívesen beszélhetünk ilyen dolgokról is. Csak ugye az a helyzet, hogy ez egy folyó politikai küzdelem, és ebben, ahogy észrevették, nem avatkoztam bele. Orbán Viktorral való viszonya, az ön néha beszélt erről, és nekem az jött le, hogy ez sokkal kulturáltabb és gördülékenyebb, mint amit az ember feltételezne egy MSZP miniszterelnökről és egy Fidesz miniszterelnökről. Tehát gondolok itt arra, hogy önök például leültek már Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt, és például kikérte bizonyos dolgokban a véleményét. Hát elég rég volt már ez az esemény, de volt olyan tényleg, hogy leültünk és beszélgettünk. Én ezt egy kiváló kvalitású embernek tartom. Nem örülök annak, amit csinál. Ezt sose rejtettem véka alá. Nekem más elveim vannak dolgokról, másként gondolkodom dolgokról, de hogy velem szemben mindig nagyon kulturáltan viselkedett, és nagyon kellemesen, és nagyon normális embernek tartom. Örülnék, hogyha volna egy váltás majd. Csak az a bajom, hogy nem nagyon tudom, hogy akik váltják, azok jobbak-e. Elégedett ön az életével? Hát egyáltalán vagyok elégedett, hogy egy öregedő muki vagyok, ugye, és 79, októberben leszek 79 éves. De és érzi ezt? Nem. Nem, valószínűleg ez a pandémia azért ez mindenkinek rosszat tett, nekem is gyorsított valamennyit az öregedésen, de nem érzem, hát hála Istennek, túl vagyok egy térdoperáción, elég jól mozgok, tudok sétálni, nagyokat kirándulni, hát nem hegyes vidékre kirándulni, hanem úgy lenni a városban.
Úgyhogy szellemileg azt hiszem normális vagyok, egyenlőre még, és ebből következően én szeretem az életemet, és jól vagyok. Ha valami csoda folytán visszapörgethetnénk az időt, és azt mondják önnek, hogy látva azt, hogy ön 2 évig volt miniszterelnök, 2002-ben azt mondják önnek, hogy te Péter, 2004-ig lehetsz miniszterelnök, ez lesz a vége, és ezek lesznek az eredmények addig, akkor vállalná újra? Igen. Valószínűleg ez egy furcsa válasz, mert erre az embernek adódik az, hogy hát ő az eternitása, az örökké valóságban gondolkodik egy miniszterelnök, és nem tudja, hogy minden történetnek van eleje és van vége. Ha ezt az időt megmondják előre és megszabják, akkor megpróbálja az ember úgy beosztani a lehetőségeit, hogy ez alatt meg tudja csinálni azt, amit igazán szeretne. De én azért nem bánom, mert pont azért, mert nem a hatalom hiányzott nekem. Ha a hatalom hiányzott volna, akkor azt kellett volna erre mondjam, hogy dehogyis abszolút elégedetlen lennék azzal, hogy csak 2 évig gyakorolhatom a hatalmat. De ha ez alatt a 2 év alatt meg tudok csinálni néhány olyan dolgot, ami jó a magyaroknak, Magyarországnak, és valahol beilleszkedik a világba, tehát nem a mindig kiugráló és kivillanó magyar, hanem az, aki valahol az emberiség jövőjébe hitt, és ott akar valamit csinálni. Ez a mai fogalmakban ez a környezet, a környezetvédelem. Ezelőtt, 20 évvel ezelőtti fogalmakban ez mondjuk Magyarország integrációja a világba. Tehát ha ezekben tud valamit csinálni, akkor és az 2 év, akkor 2 év alatt kell csinálni. Köszönöm szépen a beszélgetést.